Az apparhantiak nagy bánata, hogy jelenleg nincs főállású orvosa a településnek. Pedig az önkormányzat 2019-ben pályázatot nyújtott be az orvosi rendelő felújítására, és nyert is 30 millió forintot. Ennek keretében hőszigetelés, nyílászárócsere, energetikai korszerűsítés valósult meg. A mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált az épület, illetve szerencsénkre két orvosi eszközpályázatot is elnyertünk, egyet 2021-ben, egyet pedig 2020-ban, úgyhogy gyakorlatilag új bútorzat és minden orvosi eszköz a rendelkezésre áll, ami a megfelelő ellátáshoz szükséges lehet. És ez csak a beruházás egyik eleme volt. A település egészségügyi ellátórendszerének modernizálása érdekében most a legkisebbekre gondolt a település vezetése. Ebben az évben ugye a védőnői szolgálat felújítása valósul meg, nem csak az épület rész felújítása történik meg, hanem ide is új bútorok, illetve minden olyan eszköz beszerzésre kerül, ami a védőnőnek nem csak itt, hanem az iskolába, illetve az óvodai ellátás során is szükséges lehet. A védőnői szolgálat felújítása is azt a célt szolgálja, hogy itt minden szükséges ellátás megkapjanak az édesanyák és a gyermekeik. Mivel Apparhant csokos település, igen hamar elkelnek az eladásra kínált épületek, és láthatóan több fiatal is választja a lakhelyéül Apparhantot, ami magával hozza majd a védőnői szolgálat feladatainak megnövekedését is, na meg az oktatási intézmények létszámának emelkedését. Visszatérve az orvos kérdésére, ez a ma még eléggé rossz állapotban lévő lakrész az orvosi lakás, melynek felújítását a Magyar Falu Program finanszírozásából tervezi a település vezetése, remélve, hogy egy jó minőségű ház csábító lehet egy házi orvos számára. Apparhanton emellett folyik az utca felújítás programja, de egy nagy terv is kialakulóban van, amely egyszerűbbé teszi a környék településeinek élők életét is. Ha itt körülnézünk, nehéz elképzelni, de egy régi tervet újra leporoltunk, és ismét próbálunk pályázni az Apparhant ízmény összekötő mezőgazdasági útra. Ez egy nagyságrendileg 310 milliós projekt, egy 2,2 kilométeres útszakasz kötni össze Apparhantot Ízménnyel. Ízmény ugye zsákfalú, és amúgy légvonalban nagyon közel vagyunk egymáshoz, úgyhogy szeretnénk, ha megvalósulna, és így konzorciumba adtuk be ezt a pályázatot. E pillanatban kevés közös pont van a két település életében, de Dávid Tíme, a Apparhant polgármestere azt mondja, épp itt az ideje, hogy egy olyan út épüljön, amin akár kerékpárral, mezőgazdasági eszközzel, vagy ha szükséges, akár gyalogosan is megközelíthetőek legyenek a települések.